Őrizetben a polgármester. Egyre több gyanúsított a harmadik kerületi korrupciós ügyben. Augusztus 20-a. 1300 drón és 45 000 pirotechnikai látvány jellem a tűzijátékon. Bográcsos ételek a főszereplők. Hagyományos és reform ételek a Magyar Ízek utcájában. Köszöntöm Önöket, a Budai Híradót látják 19 órakor. A harmadik kerület polgármestere is érintett abban a korrupciós ügyben, amelyben már hónapok óta tart a nyomozás az Óbudai önkormányzatnál. Dr. Kis László a gyanú szerint megállapodott egy vállalkozóval, hogy csúszópénz fejében több önkormányzati pályázatnak ő lehet a nyertese, vagyis konkrét megrendeléseket kap az önkormányzattól. A polgármestert és az önkormányzat több vezetőjét és munkatársát őrizetbe vették a rendőrök. Egyelőre úgy tűnik, egy darabig vezető nélkül marad a harmadik kerületi önkormányzat. A központi nyomozó főügyészségtől kapott tájékoztatás szerint egy óbudai korrupciós üggyel összefüggésben augusztus 14-én gyanúsítottként hallgatták ki Kis László polgármestert is, valamint egy önkormányzati vezetőt, illetve a polgármesteri hivatal egy korábbi alkalmazottját. Ők jelenleg őrizetben vannak, és az ügyészség indítványa értelmében ott is maradnak, amíg elrendelik a letartóztatásukat. A központi nyomozó főügyészség összehangolt eljárási cselekményeket hajtott végre az ügyben, amelynek keretében számos helyszínen, köztük Óbuda Békásmegyer önkormányzati épületében, valamint több önkormányzati cégnél végzett kutatást és lefoglalást. A főügyészség összesen 5 embert hallgatott ki gyanúsítottként, ám közülük csak 3 vannak őrizetben. Az ügyészség megalapozott gyanúja szerint egyébként Kis László a 2019-es beiktatását követően megállapodott egy ismerősével, hogy az érdekeltségébe tartozó cégek rendszeresen megbízásokat kapnak az önkormányzattól, amiért cserébe neki és további személyeknek pénzt kell visszafizetni. Ez a gyanú ugyan már korábban megfogalmazódott, ám a feltáró munka most is folyamatban van. Az üggyel kapcsolatban kerestük az Óbudai Polgármesteri Hivatal sajtóosztályát, de adásunkig nem érkezett válasz. Ugyancsak kerestük a Fidesz frakcióvezetőjét, Puskás Pétert is, hogy megtudjuk, mit tudnak az őrizetbevétel hátteréről. Ez egy folyamatba kapcsolódik bele, ami indult tavasszal. Ugye amikor 4 vagy 5 embert vettek őrizetbe, azzal váddal, hogy az általuk alapított cégek fiktív szerződést kötöttek a harmadik kerületi önkormányzattal, és így közpénzhez jutottak, amit készpénzben felvettek a bankszámlájukról, és korrupciós célokra használtak. Ugye ez volt tavasszal. Ugye utána lezajlott a választás, és a választás után egy héttel letartóztatták az egyik alpolgármestert, illetve Kis Lászlónak a kampányfőnökét. Ugye ez volt a második esemény, és most van a harmadik, ugye amikor a újabb 5 ember nőtt a gyanúsítottak száma, ugye az egyik az Kis László polgármester, a másik az egy önkormányzati vezető, akivel egyedül nem lehet tudni, hogy kicsoda. A harmadik egy volt sajtós az önkormányzatnál, aki már nem dolgozik ott, de ebben a időszakban, amikor ezek a cégek itt tevékenykedtek, akkor ott dolgozott. És van még egy, úgy írják, hogy egy önkormányzati képviselő, ezt nem tudjuk kicsoda, illetve valamilyen gazdasági társaságnak a vezetője, akit szintén nem tudjuk, hogy kicsoda. Tehát most újabb 5 emberrel, és hát nyilván itt a legsúlyosabb a polgármesternek a meggyanúsítása ebben a mostani harmadik hullámban, mondjuk így. A frakcióvezető szerint a június 9-én megválasztott testületnek ezeknek az ügyeknek az árnyékában nem szabadna megkezdeni a munkát októberben. Az az álláspontunk, hogy a októbertől induló képviselőtestületnek egységesen le kéne mondania, fel kéne osztatnia magát, és hát nyilván a polgármesternek is le kéne mondania, és egy teljes új választást kéne kérni még ősszel, ahol nem csak a polgármester kerül megválasztásra, hanem a teljes képviselőtestület is. Ez a mi álláspontunk. Hogy az új képviselőtestület hogy dönt, azt még nem lehet tudni, de az biztos, hogy ez a helyzet még a jogászok számára is egy érdekes feladvány lesz. Nagyon érdekes, mert az én ismereteim szerint ilyen még Magyarországon nem fordult elő, hogy tudnélik előfordulhat, hogy az új képviselőtestület megalakulására rendelkezésre álló idő, ami október elejétől mondjuk október közepéig tart, hogy mondjuk ez időszakban a polgármester nem cselekvőképes. Ugye ez az egyik eshetőség, hogyha a bíróság elrendeli az előzetes letartóztatását, akkor az is előfordulhat, hogy ő fizikailag nem tudott lenni
ebben az időszakban, és akkor nem tud megalakulni igazából a képviselőtestet. Ilyenre még nem igazán volt példa, vagy talán egyáltalán nem volt példa. Tehát most a jogászok vizsgálják, hogy abból mi fog következni, hogyha ez így alakul. Nyilván, hogyha őt nem helyezik el előzetesen a tartóztatásba, vagy addig feloldják ezt, akkor ő, mint egy gyanúsított, de szabadlából lévő ember, megválasztott polgármesterként összehívhatja a képviselőtestetet, és minden további nélkületelti az esküt, és megkezdheti a polgármesteri regnálását, de szerintem ez nem tenne jót Óbudának. Tehát igazából, ha ezt a variációt vesszük, ugye a képviselőtestetet meg semmi sem kényszeríti arra, hogy mondjon le. Tehát mi ezt javasoljuk, mert így látjuk jónak. Tehát ezt valószínűleg kikényszeríteni nem fogjuk tudni. Az óbudai egyenlet egyelőre több ismeretlenes, hiszen azt sem lehet tudni, hogy Kis László szabadlából lesz-e az új testület megalakulása idején. Mint ahogy azt sem lehet tudni, hogy szabadlábon vagy sem, de lemond-e a polgármesterségről. Végül az sem ismeretes, hogy döntenek a képviselők. Ők lemondanak-e a mandátumukról, hogy egy teljesen új választást írjanak ki a harmadik kerületben. Vagy Kis László lemondása esetén csak polgármester választást kell tartani Óbudán. A kérdések nagy részére vélhetően rövid időn belül választ kapunk, részben az őrizetbe vett polgármester jövőjével kapcsolatos ügyészségi döntések alapján. Azért gondoljuk, hogy új választásra lenne szükség, teljes körű új választásra lenne szükség, mert a legsúlyosabb cselekmények, ugye az alpolgármester letartóztatása és most a polgármester őrizetbevétele, ez a választások után történt. Tehát az óbudai választópolgárok ebben nem voltak tisztában akkor, amikor leadták a szavazataikat június elején. Ezért gondoljuk, hogy egy új választáson szükség, ahol a már addigra megismert tényállás alapján tudják eldönteni a választók, hogy kit szeretnének itt Óbudán. Azért is volt számunkra fájdalmas ez a választási eredmény most, mert egy nagyon jó csapat jött össze nálunk, a képviselőjelöltek, meg a segítőink. Nagyon motiváltak voltak a választási kampányban, és azt gondolom, hogy mi készen állunk arra, hogyha kell, akkor egy új választáson is el tudjuk indulni a csapat, megvan hozzá, vagy majd kivezeti a csapatot, az majd eldől akkor, hogyha ez ténylegesen megvalósul. Augusztus 14-én szerdán ismét megdőlt az országos napi melegrekord és a hajnali melegrekord is, a meteorológiai szolgálat jelentése szerint. A legmagasabb hőmérsékletet a déli országrészekben mérték. Baján 40 foknál is melegebb volt, míg Pécsen éjszaka sem hűlt 27,3 fok alá a hőmérséklet. A prognózis szerint vasárnapig marad a rendkívüli meleg, és csak az ivatarok után hűl le kissé a levegő. Jövő héten csak 30-34 fok várható. Ilyen volt az elmúlt esztendőben az augusztus 20-ai tűzijáték és fényjáték. A szervezőktől származó információ szerint idén több mint 45 ezer különálló pirotechnikai látványelem lesz a tűzijátékon. A Petőfi hídtól a Margit-sziget alsó harmadáig terjedő, csaknem 5 km hosszú, úgynevezett látványtéren most is lesz drónshow és fényfestés. A szakértők szerint az idei Szent István napi tűzijátékot tűzmozsár, kartács római gyertya, görög tűz, szikraszökőkút és lángefektek teszik látványossá. A pirotechnikai látványelemeket mintegy 500 indítási pontról, köztük 9 folyami uszályról, 65 pontról, a Szabadság, az Erzsébet és a Margit hídról lövik a magasba. A 6 hónapos előkészületre azért volt szükség, mert az volt a cél, hogy a Dunapart bármely pontján állva közel azonos vizuális élményben részesüljenek a vendégek. A mesterségek bemutatkozása mellett folk trend divat bemutató ünnepélyes kenyéráldás és aratókoszorús felvonulás is szerepel a mesterségek ünnepe programjai között augusztus 17-e és 20-a között a Budai Várban. A rendezvényre 800 kézműves mester érkezik a Kárpát-medencéből, külföldről pedig csaknem 200. A mesterségek ünnepén a népi kézművesség teljes palettája megjelenik. A fesztivál lényege, hogy interaktív módon látványműhelyekben mutatják be a mesterségeket, a közönség pedig beszélget is egy-egy mesterrel. Noha megőrzi nemzeti jellegét a magyar ízek utcája, ám a tapasztalatok azt mutatják, hogy egyre több külföldi is azért szervezi budapesti kirándulását augusztus 20-a környékére, hogy belekóstoljon Európa egyik legszínesebb gasztrofesztiváljának ízeibe. Idén még több kategóriában, még több kulináris élmény várja a vendégeket a Dunaparton. Az elmúlt 15 évben a Magyar Ízek utcája főleg arról szólt, hogy bemutassa, milyen izgalmas a hagyományokra építő magyar gasztrokultúra.
A Kárpát-medencei tájegységek és a velünk élő nemzetiségek rendkívül színessé teszik a honi főzőtudományt, ám a magyar konyha most már nem csak a hagyományait hangsúlyozza, noha többnyire arra épít, hanem egyre több olyan ízélménnyel lepi meg a gurmiéket, amely az egészségközpontú modern konyha művészet remeke is. A Magyar Ízek utcája motorja, Novotny Antal is nagyon büszke erre a változásra, ám a korábbi ízutcákhoz hasonlóan azért idén is lesz némi hagyománytisztelő tematika a háromnapos rendezvényen. 1960-ban volt egy felmérés és statisztika, hogy a ünnepi étkezések 16%-ában volt az asztalon sült hús. Az összes többi valamilyen módon főtt, párolt, tehát valamiféle mély edényben, akár üstben, de valamiféle tüzen főtt ételről beszélünk, és van ennek a magyar gasztrokultúrának egy ilyen csínye, ez a pörkölt, és benne van a nevében, hogy megpörköljük, létrejön az, amiért most a kortárs gasztrokultúrában oda vagyunk, a Maillard reakció, az az íz, ami umamiként kergetünk kétségbe esetten a tányérokon. Ezt alföldi marhapásztorok tudták már 1700-as években. Csinálták, üzték, nem igazán tudtak róla. Tehát, hogy van egy hihetetlenül gazdag világa ennek a gasztrokultúrának, amit üstben, bográsban, fazékban, weidlingban készítenek el a tűz fölött. Elképesztő sok recept, elképesztő sok technológia, rengeteg alapanyag, és szerettünk volna az idei évben picit erre rávilágítani. Egyrészt amúgy is nagyon sok ilyen étel van jelen, hiszen ugye van egy része a rendezvénynek, amire nagyon büszkék vagyunk, ahol nem professzionális vendéglátósok, hanem főzőasszonyok, főzőférfiak vesznek részt, és mutatják meg a saját kultúrájukat, a saját ételeiket, és ott nagyon sok ilyen étel találunk. A bográcsos, tűzönfőtt ételek válogatásából nem maradhat ki majd a karcagi birkapörkölt, valamint az emésztőszerveket próbára tevő energiabomba, a csülkös pacal, és a sok helyen csak babos káposztaként ismert káposztás paszújt is megkóstolhatják a vendégek. Káposztás ételekből egyébként sem lesz hiány. A káposztáról azt mondták, hogy középkorban, hogy a Magyarország címerébe kellene elhelyezni, annyit fogyasztottunk belőle, tehát ennek megfelelően lesz természetesen káposztás paszúj Kárpátaljáról, vagy éppen cigány káposzta Bihartordáról, amihez nyilván bokoly is ül. És persze a szatmári paradicsomos töltött káposzta lesz húsmentes verziója, mint ahogy a Nyisztortinka elhozza megint a húsmentes, úgy mesélte, hogy mindig azt rakták bele. Elkértem egyszer a receptjét ennek a húsos galuskának, így mondják arrafelé, valójában egy szülőleveles töltike, és elkértem a receptet, és azt mondja, hogy hát így néz ki a recept, de nagyon jól tudott túlni, azt raktuk bele, ami volt. Nem volt hús, nem raktunk bele húst. Tehát, hogy ennyit a vegaságról. Vannak azért komoly hagyományai magyarországi gasztrokultúrában ennek. Az idei Ízek utcájában egy lakodalmas bográcsálványt is felállítanak majd. A falvakban régen ilyet állítottak fel ünnepek idején, és itt egymás mellett főzték több bográcsban a különböző lecsókat, pörkölteket vagy éppen vadételeket. A kóstolók mellett tanulásra is sok lehetőséget adnak, még a sokat látott főszervező is ezeken a rendezvényeken finomítja ismereteit. Megtudtam, hogy van az a kínai leves, az erős savanyú leves, ugye mindenki ismeri. Abban van mindig fafülgomba, hogy ez terem Magyarországon. Nem csak terem, szedték és főzték az ételbe, Júdás-fülegomba néven. Mindig van új, amit lehet lecsippenteni tudást. Úgyhogy gyertek, csipegessétek a tudást, csipegessétek az ételeket, nagyon nagy szeretettel várunk benneteket. A Magyar Ízek utcájában augusztus 17-től 20-áig vendégeskedhetnek. Köszönöm szépen, hogy velünk tartottak. Adásunkat visszanézhetik a hegyvidéktv.hu-n vagy a YouTube csatornánkon. Kövessenek bennünket social media felületeinken is, hiszen elérhetőek vagyunk YouTube-on, Facebookon, Instagramon és TikTokon is. Holnap is várom Önöket friss hírekkel. Addig is a viszontlátásra!